Távozó vizsgázók az adivárosi középiskolából. Hétfőn reggel 9-kor a magyar érettségikkel kezdődött az idei megmérettetés, mely a járvány miatt szóbeli vizsgák nélkül zajlik. A feladatsor első részében egy 1848-as szabadságharc szónokairól szóló cikket kaptak a magyarból középszinten érettségizők. Ez alapján kellett megoldaniuk 11 feladatot. Ahogyan megnéztem a szövegértési feladatot, ott azt gondolom, hogy az is teljesíthető volt. Az utolsó három feladatra mondanám azt, hogy ott egy kicsit többet kellett gondolkodni. Az érvelésnek vagy a választható kérvénynek a témája is olyan volt, amit szerintem a gyerekek meg tudtak írni, meg ezt is mondták. A szövegértelmezés, a második feladatlap számomra egy nagyon kedves novellát tartalmazott, Mikszáth Kálmánnak Szűcs Pali szerencséje. A tanulók is azt mondták, hogy ez egy jól értelmezhető novella, egyébként nagyon kedves is, tehát szép is a történet, ami benne van. A diákok a vizsga második részében választhattak a novella, valamint egy Arany és egy Tóth Árpád vers összehasonlító elemzése között. Az összehasonlító verselemzést nem nagyon választották a tanítványaink, ez mindig nehéz szöveg, tehát mindig nehéz két művet úgy összehasonlítani, hogy az azonosságokat is megtalálják, a különbözőségeket is, és azért kikerekedjen belőle valamilyen konklúzió. Ezek után jöjjenek maguk a főszereplők. Lássuk, hogyan látták belülről a Győri Szakképzési Centrum sport és kreatív technikumának érettségizői az első nagy kihívást. Én úgy éreztem, hogy az idei érettségi könnyű volt. Nem tudom, nem is számítottam túlságosan nehéz a tekintettel a vírusra, de meglepően könnyű volt. Talán a második része volt az, ami néhány ember számára kihívás lehetett, de az is megoldható probléma volt, úgy érzem. Úgy érzem, hogy vállalható volt ez az érettségi. Nyilván máshogy készültünk fel az online oktatás alatt, de szerintem erre gondoltak azok, akik összeállították a feladatsort, és szerintem jól ment. Ebben a témában ma fölkészültünk már tavaly is, föl tudtunk erre készülni, és nem volt olyan hirtelen meglepetés, ami érhetett volna minket, és nem is ért igazából. Olyan költőt meg írót kaptunk, amire számíthattunk, nem volt különösebb meglepetés. Kedden a matematika érettségivel folytatódik a vizsgák sora, szerdán pedig a történelem tudásukról adhatnak számot a diákok. A fiatalok jóval nagyobb kihívásra számítanak az elkövetkező napokban. Én a történelemtől tartok a leginkább, a matematikától nem annyira, mert az mindig is ment, de szerintem ez alapján, ebből kiindulva nem lesznek olyan nehezek az érettségik. Holnap azért szerintem nehezebb dolgunk lesz a matek miatt, azért jobban meg kell gondolni, hogy írunk, mit írunk, de remélem, hogy ez is jól fog menni, és a történelem is. Mit vársz a következő napoktól? Hát, hogy nyugodtan is. Izgalommentesen teljen el, de hát nyilván ez nem így fog megtörténni. Igazából csak ennyit. Kedden tehát matematika, szerdán történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségivel folytatódnak az idei vizsgák.